Sziasztok! A következő részben a fizikai és kémiai változások megkülönböztetéséről fogunk részletesebben beszélni. Mit nevezünk kémiai változásnak? A kémiai változás során az anyag szerkezete összetétele megváltozik, és új tulajdonságú anyag keletkezik. Ezt a folyamatot kémiai reakciónak nevezzük. A kémiai reakció során az egymással reakcióban lépő, lévő anyagok kötései felbomlanak, és új kötések jönnek létre. A kémiai reakcióban a résztvevő anyagok nem tartják meg az eredeti tulajdonságaikat. A kémiai változás során fontos megemlíteni a tömegmegmaradás törvényét, tehát a kémiai reakcióban a kiindulási anyagok együttes tömege megegyezik egy a keletkezett anyagok együttes tömegének összegével. A kémiai egyenlet nem más, mint a kémiai átalakulások leírása vegyelekkel, illetve képletekkel. A kémiai egyenletek bal oldalán a kiindulási anyagok, jobb oldalán pedig a keletkezett anyagok és a reakció termékek kémiai jele szerepel. Erre egy nagyon gyakori gyakor, gyakran emlegetett példa a magnézium égetése, A képpen láthatjátok a magnézium fémes fényét, tehát kiindulási anyag vagy a magnézium, a másik kiindulási anyag a levegő oxigénje, ugye ami légnemű anyag, az égetést követően egy fehér por, a magnézium oxid keletkezik. A magnézium-oxid tulajdonsága nem egyezik meg sem a magnézium tulajdonságával, sem az oxigén tulajdonságával, tehát kémiailag egy teljesen új anyag jött létre. Mikor beszélünk fizikai változásról? Fizikai változásról akkor beszélünk, amikor az anyag szerkezete, illetve összetétele nem változik meg, csak egyes tulajdonságaik változnak meg, ilyen például a halmazállapot, méret. Fizikai változások körébe sorolhatjuk például a különböző halmazállapot változásokat, illetve az oldódások többségét. Az anyagok halmazállapot a fizikai tulajdonság, a különféle halmazállapotú anyagokban a részecskék összekapcsolódási módja kapcsolata télen egymástól. Az alm a halmazállapot változás során az anyag, illetve a körülötte lévő környezet lép kölcsönhatásba. Ezen az ábrán a halmazállapot változásnak a különböző fázisait láthatjátok. Amikor folyadék halmazállapotból gáz halmazállapot keletkezik, azt párolgásnak, illetve forrásnak nevezzük. Amikor gázhalmazállapotból halmazállapotból folyadék halmazállapot változás jön létre, a lecsapódásnak nevezük, folyadékból anyagba való átalakulás az a fagyás, ennek ellentétes folyamata az olvadás. Ezen az ábrán a víz halmazállapot változásait követhetjük nyomon. Láthatjuk az olvadást, az olvadásponton, ugye, ami légköri nyomáson 0 Celsius fog láthatjuk a forráspontot, ami légkari nyomáson 100 Celsius fok, ö, olvadáskor ugye a jég, illetve a víz egyensúlyban van egymásban, akkor mind a két ö, fázis megtalálható. A víz tovább melegítve egy idő után forráspont elérésekor víz, illetve gőz ö, van egyensúlyban egymással, és ezután a gőzhalmaz állapot, gőzhalmaz állapot ö, következik. Picit részletesebben beszéljünk a különböző halmazállapotváltozásokról A fagyásról, először is az olvadásról. A hőmérséklet a melegítés hatására emelkedni kezd. Ugye láthatjuk, hogy az anyag energiát vesz fel a környezetéből, ugye a belső energiája nő. Amikor a hőmérséklet eléri az olvadáspontot, akkor mindaddig megtartja ezt a hőmérsékletet, amíg az összes szilárd anyag meg nem olvad. Ezt a hőmérsékleti pontot olvadáspontnak nevezzük. A következő ábrán a forrás jelenségét lehet értelmezni. Ugye a vizet melegítjük és amikor eléri a 100 C fokot a forráspontját, akkor azt tapasztaljuk, hogy addig nem emelkedik a hőmérséklet, amíg a teljes víz mennyisége gőzé nem alakul. Az anyag akkor for, ha a folyadék belsejében is megindul a gőzképződés. Mi a sublimáció? A sublimáció olyan halmazállapotváltozás, amelynél szilárd halmazállapotú anyag átmegy meg gőzhalmazállapotban melegítés hatására, anélkül, hogy a folyadék fázis megjelenne. Erre egyik leggyakrabban emlegetett példa, amikor jót kristályokat melegítünk, itt látható színes résszel a jódgőzök jelenléte. Erre a főzőpohárra egy hidegvízzel hideg töltött lombikot teszünk, akkor ezek a sublimált, elpárolgott jótkristályok itt lecsapódnak, és újból szilárd halmazállapotú jót fog megjelenni. Ezen az ábrán a halmazállapot változások energia viszonyait figyelhetjük meg. Amikor szilárd halmazállapotból gázhalmazállapotú anyag keletkezik, annak a folyamatnak a neve sublimáció, ez energiabefektetést igényel. Amikor, szilárd halmazállapot, amikor gázhalmazállapotú anyagból szilárd halmazállapot keletkezik, ugye a kristályok kiválását láttuk a Jód esetében ez energiatermelő folyamat energia szabadul fel. Szilárd halmazállapotú anyagot, tehát melegítve az megolvad, tehát energia befektetés hatására megolvad, folyadék állapotú anyag keletkezik. Folyadék halmazállapotú anyagok fagyás, akkor pedig szilárd jön létre. Ezek ellentétes folyamatok. Ugyanilyen ellentétes folyamat amikor folyékony halmaz állapotból gázhalmaz állapot keletkezik, ezt forrásnak, illetve párolgásnak nevezzük, és ennek ellentétes folyamata a lecsapódás, amikor gázhalmaz állapotból folyékony halmaz állapot keletkezik. Az olvadás, láthattuk a párolgás, a forrás, illetve a sublimáció során, az anyagok belső energiája növekszik, tehát a környezet energiája csökken, ezt energetikai szempontból endoterm változásnak nevezzük. Azokat a folyamatokat, amikor a rendszer energiája csökken, a környezet energiája pedig nő, exoterm változásoknak hívjuk. Ilyen változás, halmazállapot változás tekintetében a lecsapódás, a fagyás, amelynek során az anyagok belső energiája csökken, és a környezet belső energiája pedig nő. A következő dián az oldódás energia viszonyait tárgyaljuk. Az oldódás is fizikai folyamat. Az oldódást kísérő energiaváltozást az oldás hővel jellemezzük. Az oldás hő megmutatja, hogy mekkora hő szabadul fel, vagy mennyi hő hőt vesz fel a környezetből a rendszer, amikor egy mol anyagot oldunk fel nagy mennyiségű oldószerben. Exoterm hőfejlődéssel járó oldódásra láthatunk itt példát. Az egyik legegyszerűbb példa, amikor nátriumhidroxidot oldunk vízben, és azt tapasztaljuk, hogy a az edényfala, azaz a környezet belső energiájú nő, tehát ezt abból tapasztaljuk, hogy az edény felmelegszik. Ilyenkor a környezet belső energiája nő, a nátriumhidroxid és a víz belső energiája csökken, azaz a nátriumhidroxid oldódása exotern folyamat, tehát hőfejlődéssel járó folyamat. Itt kell megemlíteni, hogy a kénsav higítása és exotern folyamat nagy hőfejlődéssel jár, ezért fontos betartani, hogyha kénsavat higítunk, hogy nem a vizet öntjük a kénsavba, mert az kicsap és súlyos sérüléseket okoz, hanem a kénsavat, üvegbot mellett nagyon lassan öntjük bele a vízbe. Endoterm hőváltozással járó oldódásra példa, sok só vízben való oldódása endoterm folyamat, itt káliumnitrátot oldunk fel vízben, a kálium nitrát oldásakor azt tapasztaljuk, hogy a főzőpohár lehűl, ezzel egyidejűleg az oldódásban résztvevő anyagok belső energiája növekszik. A kálium nitrát oldódása endoterm folyamat. Az aktiválási energia, ugye a kémiai reakciók során beszéltünk már arról, hogy a kémiai reakciónak nagyon fontos feltétele a részecskék hatékony ütközése. A többletenergiát, amely következményében a részecskék átalakulásra képes aktív állapotba kerülnek, aktiválási energiának nevezzük. Az aktiválási energia mind az endoterm, mind pedig az exotén reakciók végbemeneteléhez szükségesek. Az első ábrán egy exotén reakció energia görbéjét láthatjuk, Láthatjuk, hogy exoterm reakciókra jellemzően a kiindulási anyagok energiája magasabb, mint a keletkezett anyagok energiája, ugye ez az energiakülönbség adódik át a környezetbe. A másik az endoterm reakcióknál a kiindulási anyagok belső energiája, jóval kisebb, mint a, vagy, mint a végtermékek, ugye egy energia szükséget. Mind a két ö, ábrán megjelenik az aktiválási energia, de ez a bruttó hőmennyiségét nem befolyásolja. Erre az egyik egyszerű példa a magnézium égetése, amikor ezzel a égővel aktiváljuk ö, a rendszert, Miután a folyamat beindult, elvesszük a bunzenégőtől, és önmagától teljesen végig, tehát nem szükséges továbbra a hőközlés. Ez a folyamat egy exoten folyamat, a hőre csak a reakció megindításához, az aktiváláshoz volt szükség. Köszönöm a figyelmet!